Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket abból az alkalomból, hogy egy számomra győztes csapatot is köszönhetünk itt az értéktár kapcsán. És el kell mondanom, hogy Mezőberény az idén több nagyon kerek évfordulót ünnepel. Az első és talán a leginkább érdekes mindenki számára ez a újratelepítés 300. évfordulója. De van más is, hiszen Petőfi 200 éve született, egész éven átívelő programmal emlékezünk arra is, és nem utolsó sorban azra is büszkék vagyunk, hogy Mezőberény 10 évvel ezelőtt elindította az értéktár mozgalmat, illetve az értéktár bizottságot megalakította a megyében elsőként. Ennek a dolognak az apropóján jutottunk el odáig, hogy mindenféleképpen szeretnénk egy olyan bemutatót tartani, ahol a fiatalok, akik részt vettek a programban, ahol az országos versenyben negyedik helyezést értek el, 135 csapat közül, ha jól tudom, és ezt óriási nagy eredménynek tartjuk, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Ezt összekötnénk egy olyan történettel, amit évente azért meg szoktunk ejteni. Az előző évben Vármegyei Önkormányzat által értéktárba bevett értéktár tulajdonosokat, illetve az ajánlókat is szoktuk köszönteni, és át szoktuk adni a megyétől kapott okleveleket ezen a rendezvényen. Amivel szeretném kezdeni, illetve folytatni, mert nem én vagyok itt a fontos, hanem elsősorban a fiatalok, meg azok, akik értékeket ajánlottak nekünk. Az Értéktár Bizottság, a Mezőbenyi Értéktár Bizottság elnöke, alpolgármester úr mondana egy pár szót majd a Mezőberényi Értéktárról, arról, hogy hogyan is jött létre, meg amit ő gondol legfontosabbnak ebből a dologból. Még közben azért mindenféleképpen meg kell említenem, el kell mondanom, hogy Szegedi Balázs a megyei önkormányzat részéről a megyei önkormányzat alelnöke megtiszteli rendezvényünket, amit nagyon szépen köszönök ezúton is. És akkor átadom a szót először a polgármester úrnak. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, talán maradhatok itt, köszöntöm vendégeinket, köszöntöm az értéktulajdonosokat, azokat, akik adtak be javaslatot, és legelsősorban és legnagyobb tisztelettel és gratulációval a fiatalokat, azt a csapatot, aki, ahogy polgármester úr mondta, győztesen érkezett haza ebből a nagy betélkedőből. Én tudom, hogy már tavaly is szép eredményeket értek el, az idén is. Úgy tűnik, hogy az iskolában jó munka folyik ez irányban is. És már, hogyha őket dicsérjük, látni fogjuk, hogy mivel vívták ki ezeket az eredményeket, akkor mindjárt talán nekem is lesz hozzájuk egy kérdésem, vagy kérésem, majd válaszolnak akkor rá, amikor rájuk kerül a sor, hogy vajon nem gondolják el úgy, hogy ők is bekapcsolódhatnának ebbe az értéktári munkába, ebbe az értékgyűjtő munkába, mert hogy ahogy végignézzünk az értéket beadók között, hát inkább a középkorúak vagy, hogy az idősebb generációban jelen, és lehet, hogy ők más szemmel ítélik meg Mezőberény értékei, mint például mi. Az értéktári munkáról annyit, hogy Mezőberényben a képviselőtestület hozta létre ezt a bizottságot, és általában ellentétben a Magyarországon kialakult gyakorlattal nem a bizottság javasolja az értékeket az értéktárba, hanem önök választják ki azokat az értékeket, amire úgy gondolják, hogy a település értékeit képviselik, és ezek érkeznek be a bizottsághoz, és a bizottság aztán megvitatva jóvá hagyja ezeket az értékeket, általában jóvá hagyja. Adminisztráció igényes az a folyamat, de akár itt, akár a művelési központban segítenek ennek a véghezviteléhez.
és biztatom is önöket, hogy továbbra is folytassák ezt a tevékenységet, mert büszke vagyunk arra, hogy a megyében a leggazdagabb értéktár az Mezőberényben van. Arra is igyekszünk azért ügyelni, hogy ez tényleges gazdagságot jelentsen ez a 140 érték, ne talmi értékek kerüljenek be az értéktárba, hanem olyan értékek, amelyeket a közönség is elismeri, a nagy közönség, önök a település lakói is elismernek értékként, tehát most nem tudom én, a kocsi gyűjtemény juthat az eszembe, vagy a természeti kincsek közül a sárga erdei tulipán például, amit mindannyiunk számára érték, elfogadjuk értéknek, nem pedig olyan, amit nem nagyon ismerünk, vagy nem tudunk róla, bár ez a nem nagyon ismerünk, kell is vigyázni kell, hiszen éppen a közelmúltban került be egy olyan érték, a korábban élt 1800-as évek elején, közepén, végén, és a 900-as évek elején is talán a postamester, aki már nem nagyon emlékezünk a tevékenységre, de volt olyan köztünk, aki kikutatta az ő munkásságát, és bizony Mezőberény közművelődésének egy olyan emberét ismertünk meg benne, akire méltóan lehetünk büszkék, még a Magyar Posta is szerintem. Hogy ne húzzam hosszúra a dolgot, és kerüljenek minél hamarabb színpadra, vagy ide előtérbe a gyerekek. Köszönöm az önök tevékenységét, oklevek átadására is kerül majd sor azokkére, akiket a megye megküldött. Ez úgy működik ez a rendszer, hogy azokról az értékekről, amelyeket mi elfogadunk települési értéktárban, arról azt jelenteni kell a megyének, és a megyébe is számon tartják, illetve ilyen oklevéllel köszönjük meg az önöknek a munkáját, illetve az értékadónak a munkáját, és akkor egy ilyen keretbe például be lehet tenni, és akkor ezt sokan őrzik. Én láttam a műhely falán kitéve egy ilyet, és örültem neki, hogy nagybecsben tartják az értéktárat, amit most a példát át is adom a város polgármesterű urának, hogy valahova tegyék majd ki. Mezőberényi városháza épületét fogadtuk el helyi értékként. Gratulálok és tovább elmények. Köszönjük szépen! Jeles helyre fogjuk elhelyezni. Akkor amit én leginkább vártam, megkérem Tóth Olivér tanár urat, úgyis, mint a Mezőberény oktatásáért, nevelésért elismerés díjazottját, hogy számoljon be nekünk arról, hogy hogy is történt ez a verseny. Mi volt ennek a lényege, milyen élményekkel gazdagodtatok gyerekekkel közösen, és majd te azt összerakod, hogy akkor a gyerekeket te kapcsolod ezt a beszélgetésbe, vagy hol kapnak ők szerepet. Jó. Köszönöm szépen. Igen. Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit. Testnevelő tanár vagyok, úgyhogy hozzászoktam már a kiabáláshoz, de és a hangos beszédhez, de hát nyilván így fogom akkor prezentálni, ha ez volt a kérés, hogy mikrofonnal. Én azzal szeretném kezdeni, hogy nőnap kapcsán sok szeretettel köszöntsem a hölgyeket, hiszen ez egy jeles ünnep, és nagyon sok hölgy megtisztelt ezt a előadást, illetve ezt a mai nap programját. És hát igen, akkor néhány kérdésre válaszolok, és nyilván aztán menet közben szerintem sok-sok gondolat felmerülhet, amire aztán a gyerekek megpróbálnak válaszolni. Én úgy beszéltem meg velük, illetve azt vállaltam, hogy eddig ők versenyeztek, hogy akkor én ezt a mai bulit elviszem, és én szeretném ezt most prezentálni. Ők is elő tudnák adni nyilván, amit én most mondok, és el tudnák mondani, de azt gondolom, hogy most akkor eddig ők versenyeztek, én csak ilyen háttérmunkás voltam, felkészítő,
és természetesen, ha lesznek kérdések, akkor megpróbálnak válaszolni. Egy pontosítást szeretnék, Misi bácsodok, 2 éve indultam el az akkori 7. osztályommal, szintén ezen a hungarikumos vetélkedőn, ott több csapat is jelentkezett az akkori osztályomból, és az egyik csapatnak én voltam a felkészítője. Ugye ennél a versenynél az van, hogy amikor megjelenik a felhívás, és ők is ugyanígy élték át, én elmondtam nekik osztályfőnöki órán, hiszen osztályfőnökük vagyok a gyerekeknek, és el fogom őket mutatni nyilván. És akkor mondtam nekik, hogy hát keressenek egy úgymond tanárt, mentort, aki úgy gondolják, hogy ha szeretnének versenyezni, akkor vállalja az ő felkészítésüket. És hát nyilván a gyerekek, vagy hát nem nyilván, de a gyerekek engem megtaláltak. A 2 évvel ezelőtti versenyen is sikerült országos döntőbe jutnunk, viszont akkor jött be a Covid, és teljesen online módon működött az egész, úgyhogy az a verseny nem igazából volt verseny. Verseny volt, hiszen online küldtünk be feladatokat, és azt bírálták, értékelték, viszont ez a mostani, ez úgymond a normál, kitalált forgatókönyv szerint működött, ahogy ezt a verseny szervezői, a Lucky Tracken, illetve a Hungarikon bizottságban elképzelték. Azzal kezdődött a verseny novemberben, hogy felhívás és egy online kérdőívet kellett megoldaniuk. Itt nyilván a gyerekek Google tudásukat kamatoztatták, illetve információkat gyűjtöttek. Azt gondolom, hogy, és nem lett degradálva, de ez nem egy olyan nagy trúváj dolog a mai világban, hogy interneten megkeresünk információkat, de nyilván ez volt az első lépcsőfok beugró mindenki számára, hogy aki érdekli ez a dolog, akkor jelentkezhet, és akkor ez úgymond a belépő feladat. Majd hát a karácsonyi szünet előtti napon, tehát iskola utolsó előtti napján érkezett a következő feladat, hogy 2 darab prezentációt kell elkészíteni. A prezentációk témája meg volt adva, egy adott várost kellett bemutatni, illetve egy adott tájegységet. Erre kaptunk durván egy hónapot, amikor január vége dátum volt, azt hiszem 30-a megadva, hogy akkor ezt a 2 prezentációt elkészítsük. És hát igazából itt jön az, hogy erre kellett egy kutatómunka, felkészülés, illetve PPT készítés tudás, amit majd nyilván itt a megjelenteknek beszeretném mutatni. Hát természetes volt, hogy melyik várost fogjuk bemutatni, hát nem fogunk elmenni Mezőberényből, 300 éve lett újra telepítve Mezőberény, ahogy polgármester is mondta, Petőfi 200 éve született, de ha tavalyi évet nézzük, akkor Orlai 200 év volt. Tehát mondtam a gyerekeknek is, hogy ez adott. Aztán a tájegységgel kapcsolatban még voltak kétségeink, hogy akkor hova menjünk, mit mutassunk be. De hát nem mentünk szintén messzire, a Körös-Maros köze tájegységet választottuk. Én a Mezőberény PPT-t szeretném egy picit úgy részletesebben bemutatni, és aztán a másikba is beletekintünk, hogy lássák, hogy is néz ki egy ilyen prezentáció. Én azt gondolom, hogy ez a Mezőberényes PPT-nk, aki látta, az azt mondta, hogy ez egy nagyon ütős, nagyon jó felépített. Annyit szeretnék róla elmondani, hogy nem akartunk nagyon nagy dolgokat beletenni, viszont tényleg Mezőberény sava borsát megjelentettük itt. Ha úgy végignéztük a durván 150 értéket, ami Mezőberényben a helyi értéktárban benne van, akkor annak az egyharmada, 50, azt hiszem 52 megjelenik a PPT-ben. És akkor én el is indítom ezt a prezentációt. Jó, hát 4-es hágó lett a nevünk. Ugye 4-en vagyunk, és hát a hágó szó az egy mozaik szót jelent, amelyben a gyerekeknek a kezdőbetűi, illetve az én nevemnek a kezdőbetűi adják ki a Hunor, Áron, Gergő és Oliver. Ez a nyitó diánk, és akkor néhány szót a gyerekekről, akkor megyek így
ABC sorrendben, vagy hát így, ahogy a nevünk. Jenei Hunor Antal itt tőlem legközelebb ül. Ugye néhány információ itt megjelenik nyilván, hogy úgy hova tegyenek minket, mik a kedvenc ital, mi a kedvenc foglalkozás, mivel mondjuk Hunor nagyon szeret állatokkal is foglalkozni, sajtkészítésben is remekkel, tehát ő azért sok mindent végez így a szabad idejében. Áron, középen ül Varga Áron. Hát mi azért írtuk a művészt, mert ő egy csellózik nagyon régóta, amúgy focizik is, és hát nyilván közülünk ő a művész úr, aki zenél, aki egy kicsit ehhez is ért, mint többiek nem. Gergő, aki Eszenyi Gergő Noel. Amúgy, ha megfordulunk, akkor ugye a nevek a hátukon, Gergő, állj már fel egyszer, és akkor így egy olyan pólót készítettünk, hogy forduljatok meg, tehát így egy ilyen neves pólót készítettünk a versenyre magunknak, hogy nyilván is a kis puzzle darabok, azok pedig, hogy összekapcsolódunk. Köszönöm szépen, fiúk! Hát Gergő pedig ilyen foci drukker, nagyon szeret meccsre járni. Van Szalai cipője is, ha jól tudom, mert neki dobta ki az egyik válogatott meccs után. És hát nyilván én vagyok az osztályfőnökük. Én lettem idén az osztályfőnökük egy váltás kapcsán, és hát innen kezdődik igazából a PPT lényegi része. Nyilván nem fogom elmondani azt, amit megjelenítettünk a PPT-n, csak vázlatosan azzal kezdtünk, hogy az olvasó, illetve aki nézi ezt a PPT-t, az tudja az, hogy akkor Mezőberény nagyjából hol helyezkedik el, ha esetleg még nem hallott róla. Illetve nagyon fontos, hogy miért választottuk ezt a települést. Nyilván azért, mert mi itt lakunk, szeretünk itt élni, szeretjük ezt a hangulatos kisvárost. Megjelentettük azt a fontos információt, hogy 2023-ban ünnepeljük ugye az újratelepítést. Szeretnénk ennek méltóképpen mi is, erről méltóképpen mi is megemlékezni, illetve bemutatni a városnak az értékeit, különböző helyeit, épületeit, programokat, művészetét. És hát ezt úgy tesszük meg, hogy az értéktárba felvett értékek alapján, ami ugye szóba került, hogy 10 éves az értéktár, és hát feltettünk itt egy kis ilyen homályos gondolatot, hogy 2022-ben, illetve 2023-ban két híres történelmi szereplő ünnepli 200 éves évfordulóját, és hát, hogy kik ők, és hogyan kapcsolódnak Mezőberényhez, az majd a prezentációban kiderül, és hát jó szórakozást kívánunk. Nagyon fontos, hogy itt azért kötöttségek voltak a PPT készítésében, és aki csinált már, vagy készített ilyen programmal úgymond prezentációt, az tudhatja, hogy 15 diába kellett besűrítenünk információkat. Ugye van egy nyitó diánk, van egy záró diánk, ezért már azt mondhatjuk, hogy 13 diánk van. Ezért ez a Mezőberény PPT, ez egy ilyen réteges PPT-t kell elképzelni, amelyben nagyon sok információ megjelenik egy dián, és aztán eltűnik. Hogyha a szerkesztő diát néznénk, akkor ez egy nagy katyvasz lenne, sok-sok fekete írással és sok-sok képpel. Nyilván itt most ez szép lesz és olvasható lesz. Hasonlóan ilyen rétegel dia már a Mezőberény története. Nyilván itt visszamegyünk a régmúltra, itt az írás marad, a képek változnak, egy picit ez egy ilyen trükk, a három nemzetiségnek a fókuszba helyezése, illetve megjelenítése, illetve hogyan alakult ki a település szerkezete. Ezt jelenítettük meg a Mezőberény történetéből. Tényleg nem akartunk nagyon nagy információkat átadni, alapdolgokat, de azok tényleg pontosak legyenek és határozottan odavalóak. És hát akkor jönnek a 200 éves évfordulósok, Orlai Petri Csomával az élem, ő ugye tavaly volt 200 éve, hogy született. Bemutatjuk Orlait, hol tanult, milyen iskolákba járt, családját, gyerekeit, illetve hogy kapcsolódik Mezőberényhez, és a következő dia, ami még szintén, vagy következő réteg, az pedig a festményeiből, képeiből egy-egy fontosabbat jelenítünk meg. Ugyanezt tesszük Petőfivel is,
ugye Petőfi 200-at írunk, Petőfinek is a életéből csak fontos dolgokat kiszemezgettünk. Nyilván itt az alsó képet mi tudjuk, hogy ezt Orlai itt festette Mezőberényben, és hát Petőfinek azt emeltük ki, hogy ugye itt ment a csatába, és itt kelt át a Körösön, amelyet ugye mi egy emléktábla keretében, vagy emlékoszlop keretében jelenítünk meg a Köröshídnál. Úgyhogy nagyjából ennyit Petőfiről. És utána jön az, hogy Petőfi és Orlai hogy is függ össze egymással. Ezt mutatjuk be, szintén helyi képekkel illusztrálva. Én itt úgy gondolom, hogy nem kell ezt ecsetelnünk, hiszen aki ismeri úgy Orlai és Petőfi életét, az tudja, hogy Petőfi nagyon sokszor járt itt. És hát kiemeltük az utolsó versét Petőfinek, a szörnyű időt, amit itt írt Mezőberényben a csatábavonulás előtti napokban. És itt térünk át igazából Mezőberény jelenére és fontosabb épületeire. Azt hiszem ötöt jelenítettünk meg, nyilván az első és legfontosabb az a Városháza, a Városháza előtti Hősök szobor, a Berényszálló, a kastély, a polgári iskola épülete és a könyvtár. A következő diánk a templomaink voltak, illetve a második kerületi templomnak az orgonája. Erre is egy diát szenteltünk. Egy-egy fontosabb gondolatban mutatjuk be a városban lévő felekezeteknek a templomait. Tehát itt látják, hogy ezek ugye mind-mind egy dián vannak, általában 4-5 kép, illetve szöveg szerepel egy dián. Rátérünk a következő diáknál a kultúrára, művészetre. Itt a Berényi Népdalkör, Berényi Táncegyüttes, Mazsorett Együttest, Fúj Zenekart, illetve jönnek a egyéb művészeti tevékenységek, Debreceni János munkásságát feltétlenül szerettük volna megmutatni, Tóth Sanyi bácsi fafaragó munkásságát, illetve hímzések következnek, a mezőberényi fehér hímzések, szűcs hímzések és szőrhímzések, és ezzel fejezzük be úgymond a kultúra és művészet bemutatását. Ezek után térünk rá az ételeinkre, italainkra. Itt a família tészta volt az első, aztán jön két házi kolbász, az Adamik, illetve a Kovács házi kolbásznak a megjelenítése. Az én egyik kedvenc étem a Berényibe csinált leves, amit ugye, hát én nem itt születtem, csabai vagyok, de nagyon szeretek. Ha levesről van szó, akkor mindig jöhet, bármikor meg tudom enni. Mezőberény savanyúság. Megjelenítettük a kocseknyalókát, amit aztán vittünk is a versenyre, meg osztogattunk. A Berényi méz. Mezőberény egyik legrégebbi vállalkozását, a Mustafa Ahmed fagyizóját, töltött káposztát és a töltött káposzta fesztivált is megjelenítettük majd, vagy szóltunk róla a személyes előadáson. A guba kenyér, illetve a Berényi szikvízi szódás üveggyűjtemény. Ezek után jöttek a sportok. Az első az Alföld Turista Egyesület volt. Ezt egy kicsit már más stílusban készítettük. Azért látszódik, hogy itt a gyerekeknek le volt osztva a feladatok, hogy ki melyik diát készíti. Próbáltunk egy struktúrában gondolkozni végig a megjelenítés tekintetében, de az animálás az már picit másképp ment az egyik diánál, másképp a másik diánál. Ezek után a kispályás labdarúgóterem torna bemutatása történik. Mindegyik értéknél 3 képet hozunk, majd Winter Ilona kosárlabdázó mutatjuk be, illetve Iványi Dalma kosárlabdázót szintén. Következő diánk nem lépett. Látnivaló kis programok Mezőberényben.
Hát itt megpróbáltunk egy olyan gyűjtődiát csinálni, vagy készíteni, bocsánat, hogy ezt a csúnya szót használtam, amelyben úgy mik maradtak még ki, és mi az, ami fontosnak gondolunk mi, amit jelenítsünk meg, mert azért beszéltünk épületekről, beszéltünk személyekről, beszéltünk sportról, ételekről, de vannak még azért itt mezőberényben értékek. Nyilván a teljesség igénye nélkül történt ezeknek a elkészítése. Városi Liget, illetve ennek kapcsán ugye a faültetés. Kálmán fürdő azért egy fontos létesítmény mezőberényben. A Vízügyi Múzeum, a Patika Múzeumot is szerettük volna megjeleníteni, bár ugye ezt kevesebben tudják, hogy benne van az értéktárban. A Mártonnapi lámpionos felvonulás az egy fontos része a város kulturális életének. Szintén egy nagyon nagy rendezvény, sőt az egyik legnagyobb rendezvény a Street Fighter napok, illetve hát a Berényi napok is megjelenik itt a diánkon. És hát az volt a végén, hogy maradt egy diánk még, hogy igazából 15 lehet, egy kicsit ügyesek volt, tehát ügyesek voltak a gyerekek, hogy megtanulták ezt a rétegezést, ezt ők addig nem nagyon tudták, nyilván most már tudják, hogy is lehet nagyon sok információt föltenni egy diára, és akkor készült egy ilyen régen és ma képek. Próbáltuk ugyanazokat a helyeket, templomokat, épületeket egymás mellé tenni. Ugye Facebookon most nagyon sok Henger Péter jóvoltából is, meg más sok jóvoltából is nagyon sok ilyen régi képeslap előkerült. Ezekből próbáltunk szemezgetni és bemutatni, hogy ez volt akkor, vagy így nézett ki, és most ilyen. Nyilván ez is egyfajta, egy struktúrára megy végig. És hát ez egy ilyen kis, úgymond, talán záró diasor lehetne, vagy záró képsor lehetne a PPT-nknek, ha nem lenne még egy utolsó diánk. És talán erre húztuk fel az egészet a bemutatónkban, és remélem, hogy fog tetszeni a közönségnek, ugyanis most már előre megyek így a gondolatok területén, hát szerettünk volna egy elképzelt beszélgetést megjeleníteni Orlai és Petőfi között, és hát ők ketten vannak, akkor legyen még egy zenészünk, mert van egy zenészünk, és legyen akkor a zenészünk még verselő is, mert Petőfi ugye verset is írt, úgyhogy készült egy kis videó a múzeum segítségével, és feltétlenül azért meg kell említenem Csete Gyulát segítségét, aki úgymond a ötletvíziót azonnal vágta, és akkor nagyon sok mindenben segített. Nyilván ő adta a ruhákat, a... Még egyszer, és akkor... Hát kicsit belebeszélek majd itt az Áron beszédében, vagy Áron játékában, ez egy bő egy perces, tehát itt a múzeum egyik sarkában helyeztük el ezt a kis forgatási helyszínt, amelyben ugye Orlai fest, a zenész játszik, és majd megjelenik Petőfi. Ott a háttérben amúgy, aki esetleg nem venni, vagy nem tűnt fel, az ugye a Petrics Orlaiéknak a régi háza. Alapesetben nem az a kép van ott a múzeumban, de ezt is oda helyeztük. A kancsó is teljesen korhű, a biblia is. Szép Ilonka című versét festegetem.
Nem úgy szép, egészen áragadó. Ülj le! Hadd fejezem be a rólad készült festményot. De aztán úgy fest, hogy az én Júliának is tetszem. Ezt az emberek még 200 év múlva is emlegetni fogják. Petőfi Sándor, a híres költő. Minap a fejemmel jártál, írtam hozzád egy verset. Kíváncsi vagy tettél, hadd halljam, mit írt nekem a barátom. Bővel elhangzik dalod, ó barátom Petrics, és a szűk öröm érzeteknek tengerében leng, és fellemkes állam, hogyha te zengesz. Zeng, ha dús volnék, aranyat fizetnék, bőven én neked dalodért, de sorsom nem kegyel. Csak vers, mint az árva ifjú, nyerhet-e tőle? Hát legyen versen díjad és jutalmad, s majd ha végzett kiszakaszt karodba engem, olvasan ezeket, lebegjen dalma eszedben. Ugye ez a Petrics Somához című vers volt Petőfitől, és akkor még egy néhány záró gondolat, vagy záró kép. És hát, aki készített. Köszönjük szépen! És akkor én itt egy picit megállok, és remélem jól fogom csinálni, mert hogy úgy a versenyre nem mentem rá, hoztunk képeket is a versennyel kapcsolatosan, remélem ezzel akkor fog. Hát bejutottunk az országos elődöntőbe, amely verseny Lakitelken a Hungarikum Ligetben került megrendezésre. Ez egy kétnapos verseny, amelyre a legjobb 16 csapat jutott be. Mi tizedikként jutottunk be a versenyre, a gyerekek nem tudták, nem mondtam el nekik, hogy hanyadikok vagyunk. Az volt a kiírásban, hogy a legjobb 8 csapat másnap is versenyez, tehát ez egy kétnapos verseny. És hogyha esetleg nem úgy végzünk, akkor nyugodtan ott lehet maradni, és sok szeretettel várnak minket, és tekintsünk meg mindent a Hungarikum Ligetben. Néhány képet is hoztam így a külső környezetről, illetve a versenyről egy-egy pillanatot. Aki még nem járt itt Lakitelken, én sem voltam még eddig. Én ajánlom, hogy menjen el, mert egy nagyon szép hely, és tényleg méltóképpen ad, úgymond, hát tiszteletet, megbecsülést az értékeinknek, úgyhogy hát mi nagyon élveztük a versenyt. Ez egy ilyen főjurta, ez már a verseny helyszínünk, annak a galériája, ott egy ilyen szép kis fafaragást szúrtak ki a fiúk, és akkor készítettünk egy képet. Ugye itt lehet jurtába is aludni, aki szeretne, így a nyári táborozások kapcsán. Itt most mi azt játszottuk, mivel körülbelül 2 órával hamarabb megérkeztünk, hogy mindenhova bementünk, ami nyitva volt. És megpróbáltunk szétnézni, bementünk ide a Széchenyi házba, és megkérdezte egy kedves hölgy, hogy mit keresünk. Hát mi mondtuk, hogy nem keresünk semmit, versenyre jöttünk, és úgy ezt csináljuk, hogy bemegyünk, ami nyitva van, és akkor mondta, hogy nyugodtan nézzünk szét. Bármit, ami az asztalon voltak ilyen szóranyagok, vigyünk el. Aztán kiderült, hogy a hölgy volt az egyik zsűri, úgyhogy aztán mosolygott, amikor oda kerültünk. Úgyhogy hát aztán volt még egy másik. Elmentünk a Nemzeti Művelődési Intézetbe, ami a Liget másik oldalán van. És hát ezt láttuk meg, oda is betértünk, hogy akkor szétnéznénk. Megkérdezték a receptőn, mit csinálunk, és akkor mondtuk, hogy hát mi azt játsszuk, hogy bemegyünk mindenhova, és szétnézünk. Mondták, hogy minket tárlat vezetnek, mondtuk, hogy mi annyira nem érünk rá, hogy tárlatot vezessenek, mert kezdődik lassan a verseny, és hát láttuk, hogy a szőttesek, a falon kiállítás, és hát Debreceni Klári munkáját tekintettük meg. Ez volt az első kép, utána Jani bácsi munkája is ott a háttérben, mondom. Gyerekek, hát most ez így egy ilyen isteni jel, hiszen benne van a PPT-nkben Debreceni Jánosnak a bemutatása is, úgyhogy ezt a gondolatot majd szépen bele kell venni, hogy itt az út tololdalán 150 méterre megtekinthető Debreceni János munkássága, illetve munkái, és
És hát ezt el is mondták így a fiúk. Ugye van egy ilyen nagy magyarországos dolog, hát ekkora amúgy ez, tehát ott vannak bent a gyerekek, ugye így kell elképzelni, és azok a dudvák, azok a folyóink, meg a Balaton. Tehát ez amúgy tök jó. Itt már kezdődik a verseny, ahol két elméleti feladattal kezdődött, egy ilyen videós hungarikum, illetve világörökség értékek felismerése. 30 másodpercet kaptak a gyerekek arra, hogy minél több információt leírjanak, és jött a következő díj. Tehát nem volt idő gondolkozni, nem volt idő. Amit tudsz, azt írod. Mi hátul ültünk, itt ennél a feladatnál beülhettem, én is, illetve hát nézhettem. Nyilván ők valahol itt ülnek a fiúk, és akkor írják, amit tudnak. Aztán elmentünk már versenyzőként erre az adott Széchenyi házra. Itt megint egy elméleti feladat volt. Ide már én nem mehettem be. És ezután jött az, hogy mivel kettészették a csoportokat, az első 8 helyezett kezdett prezentálni. Mi ugye 10-ként jutottunk, mi ide jöttünk elméleti feladatra. Majd aztán nagyon gyors átöltözés, hiszen a mi prezentációnknak a lényege az volt, hogy a város bemutatása mellett azért ez a Petőfi Orlai sztori, ez nagyon kell oda. Tehát, hogy ezzel mi ott jók leszünk. Itt az a helyzet van, vagy az az állapot, amikor a gyerekek így már a 9. versenyző csapat mondja bent, mi nem hallgattuk meg, ők azt mondták, hogy inkább kijönnének. Nagyon jó idő volt szerencsére, és akkor ők mondták nekem, vagy magukba, hogy akkor mit is fognak mondani, melyik diánál. Itt még módosítanunk kellett, mert hogy ránk szóltak, hogy 10 perc állt rendelkezésünkre. Az egész PPT-t nem tudtuk bemutatni, mert tudtuk, hogy ez nagyon-nagyon sok értékkincs, amit nem lehet megjeleníteni. Így folyamatosan, ahogy próbáltunk, és ahogy láttuk az időt, még kiveszünk belőle. Még ki. Tehát egy ilyen szűkített variáció volt, ami bemutatásra került. Itt még gyorsan lőjünk el egy fényképet. És hát aztán jött az előadás. Itt nagyon szépen köszönöm a városnak is, hogy ezt a két rollapot elvihettük, illetve az iskolánk rollapját is oda tettük, és egy tök jó kis hátteret biztosított nekünk, illetve több értéket megjelenítettünk személyesen is, tehát nem csak a képek világában, hanem ugye ott szőttesek, mezek, akár a Dalmáé, akár a Icukáé, Familiatészta, Debreceni Jánosnak a szőttese, ugye, és akkor úgy csátok, aki éppen nem beszélt, az emelte föl, és mutatta a közönségnek, a zsűrinek, hogy akkor is, hogy is néz ki az élőben ez a értéktermék. Itt már a Orlai Petőfi jelenet zajlik, és hát vége volt a versenynek, és vártuk az eredményt. Itt már aki hozott ilyen kincseket, mint mi is, hogy nyalóka, azok úgy egymást megkínálták, mi is éppen, vagy ez a pillanat is azt, amikor Áron ugye a zsűrinek is osztogatja, tehát az összes csapattársnak, ellenfélnek úgymond adtunk. És hát eredményhirdetés egy jó fél óra múlva, és kiderült, hogy akkor 3. helyen bejutottunk a döntőbe. Hát itt ezt azért tettem ide, ezt a képet, és azért volt fontos számunkra, mert ugye milyen első bálózók voltunk. Nem nagyon tudtuk, hogy mire készüljünk, mi az, ami jó, mi az, ami működik. Azt tudtuk, hogy a mezőberény PPT-nk az nagyon jó. Tudtuk azt is, hogy ha sikerül elmondani, és nem fogják leinteni a Orlai Petőfi sztorinkat, akkor az sikert fog aratni, és amúgy tényleg nagyon-nagyon sok gratulációt kaptunk. Itt meg szeretném jegyezni, hogy az összes 16 csapat közül a második legtöbb pontot kaptuk a prezentációnkra. 80 pontot lehetett, azt hiszem 78-at kaptunk, tehát szinte majdnem kimaxoltuk ezt azt a prezentációt.
És hát itt elmentünk még vacsora előtt egyet sétálni, visszamentünk erre a dombra, és hát ott még jött egy gondolat, hogy akkor mi lenne, ha... Mert a másik prezentációnkban azt már megbeszéltük, hogy egy éneklés lesz. És akkor mondtam a fiúknak, hogy mi lenne, hogyha én is felmennék énekelni veletek, mert mondom, akkor legyen egy kicsit ilyen határozott, akármit, tegyük oda magunkat, jó hangosan énekeljünk. Aminek aztán folytatódott a kreativitásuk, hogy Huni mondja, visszamentünk a szállásra, és még ott gyakoroltuk az éneket, ez már ilyen 9 óra elmúlt, már majdnem 9:30 írunk, hogy mi lenne, ha táncolnánk is még. Úgyhogy akkor nagyon gyorsan ott a szobában még összedobtunk egy táncot, hogy akkor én felmegyek, és akkor egy tánc, és akkor utána az volt a lényege, hogy akkor elkezdünk énekelni, és egyre hangosabban éneklünk is. Mert hogy valamivel fel kellett dobnunk a második PPT-nket, amit szeretnék megmutatni, és nem fogom talán ennyire részletesen, mint az előzőt. Jó, tehát Körös-Maros köze, amúgy ez itt a csárdai kanyar. Csak néhány gondolatban a koncepcióit az volt, már nem rétegeltünk, hanem megjelenítjük a teljegység, illetve az altájegységeknek a főbb jellemvonásait, és néhány fontos információt az ott lévő fontosabb településekről, nagyobb városokról. Tehát Csanádihát, és akkor a települései, mindig a címerrel, illetve egy-egy programmal. Tehát, ha esetleg nem tűnt fel, és nem mondtam, mert nem mondtam, egy ilyen útikönyv jellegű prezentációt próbáltunk készíteni, így a Körös-Maros közéről, hogyha az ember ezt úgy olvassa, akkor tudja azt, hogy Orosházán el lehet menni mondjuk Gyopárosfürdőn strandolni, vagy Lőkösházán megnézheti ugye a Vásárhelyi Béla kastélyt, vagy Szabadkígyós, Újkígyósan is kastélylátogatás, illetve Medgyesegyházán mondjuk dinnyetermesztés folyik, és dinnyefesztivál is van. Úgyhogy ezeket így a kis altájegységek szerint jelenítettük meg. Nyilván itt vagyunk a Békési síkon, Mezőberény is. Külön itt már Mezőberényről nem beszéltünk. Itt mosolygott is a közönség, amikor azt mondtuk, hogy azt mondták, azt hiszem Huninak volt a feladata, hogy Mezőberényt már tegnap jól bemutattuk, úgyhogy most itt nem ejtenénk szót, de majd szóba fog kerülni nyilván egy későbbi dián. Illetve még itt vannak a déli régió városai, települései, a Körösszög, ami ugye a Körös-Maros közének a északi részén helyezkedik el, ugye itt 3 kisebb település van, úgymond, hogy 2 kisebb, 1 nagyobb, és hát papíron a Körös-Maros közéhez a Körösmenti sík az nem tartozik oda, viszont annyira, és ezért volt a prezentációnk elején, hogy viharsarok, mert a viharsarok, mint kulturális, történelmi tájegységhez viszont nagyon-nagyon hozzátartozik. Hát Sarkad az ilyen járulékos tényező volt, ha már ott van, akkor jelenítsük meg őt is, de nagyon fontos ugye Békés, illetve Gyula. És akkor szándékosan Gyulát hagytuk a végére, hiszen ebbe a PPT-be is betettük egy zenés, mókás kis összeállítást, amit a gyerekek családi fotóiból készültek, egy videó formájában, vagy hát zömében azokból készültek, egy kicsit kiegészítettük egy-egy képpel, és akkor ennek a videónak a lejátszása fog most történni, 3 percben. Kis ország, ne légy szomorú, mindenki szeretője vagy, lesz itt még sok száz rendezvú, gyermekeink édesanyja marad. Kis ország, ne légy szomorú, légy dar a szomjazónak zene, éhesnek rántott hús alakú, de nekünk a világ, a világ, a világ közepén. Mivel a Hungarikon versenyen voltunk, fontos volt, hogy a területre, illetve a városokhoz kapcsolódó Hungarikumok megjelenjenek. Fák alatt pihen a pince sor, mihez asszisztál a vénsajó? Itt hétköznap is folyik a bor, és 603 hang hallható. Egy csit az alföld közepén, elindult valami moraj,
máshol minden. Ja, és hát nem mondtam el, hogy a zene az a Gyulai Magna Cum Laude együttes Tájról Tájra című dala. A Katalin kettő mi csendben osom, vígan a káka fog. És hát nagyjából ez volt az a pillanat, amikor én felpattantam a színpadra fiúk közé, úgy mindenki meglepődött. Hát erről videó nincsen, hála Istennek. És hát itt már táncolunk. És hát nyilván Mezőberényt nem hagyhattuk ki, úgyhogy nyilván fontos volt, hogy itt is jelenítsünk meg képeket. Nekünk a világ, a világ, a világ közepe. Ez volt az a pillanat, amikor már csak éneklünk és éneklünk. Szerintem mindannyiunknak nagyon jó hangja van. De a zsűri és a közönség jól szórakozott, tehát azt mondták, hogy nagyon jó előadás volt. Kisországnál így szomorú, mindenki szeretője vagy. Lesz itt még sok száz rendezvú, gyermekeink édesanyja marad. Kisországnál így szomorú, légy arra szomjazón a zene. Éhesnek rántott hús alakú, de nekünk a világ, a világ, a világ közepe. És hát igazából ez volt a prezentációnk vége, hogy a Vihalsarok mindenkit vár, és sok szeretettel látogasson, és, vagy jöjjenek el az emberek, ha felkeltettük az érdeklődésüket, így a terület felé. Úgyhogy másnap szintén elméleti feladatok, illetve ennek a prezentációja zajlott, aminek a végén aztán kiderült, hogy a negyedik helyezést értük el. Igen, itt ez a második napi verseny. Ugye itt már nem vittünk semmi extra dolgot magunkkal, csak ugye személyes jelenlétükkel próbáltuk a prezentációt emelni, a színvonalát. Amúgy én azt kell mondjam, nyilván nagyon büszke vagyok a gyerekekre én is, de talán mi voltunk az egyik leglazább csapat, tehát nagyon sokan be voltak feszülve. Én mondtam a gyerekeknek, hogy élvezzük, bármi lesz itt az eredmény, ha mi nem jutottunk volna be a döntőbe, akkor se baj, és tényleg nyilván szerettünk volna nagyon elővégezni. Hát így sikerült, én azt gondolom, hogy tényleg büszkék lehetünk magunkra, büszkék lehetnek magukra, mert ami nekem egy tanulság volt, hogy, és ezt elmondtam az osztálytársaiknak is, én azt szerettem bennük, hogy ha megbeszéltünk valamit, azt ők tartották. És volt úgy, hogy este 10-kor még levelezgettünk egymással, mert azt mondta, hogy ő biztos, hogy el fogja ma küldeni, de még segítséget kér, és valamikor 23-30-kor küldte el, igaz, hogy én akkor már aludtam, de ő még nem aludt, és még készítette azt, ami ki volt, rá volt bízva. A prezentálásnál amúgy csak annyit szeretném mondani, itt kötelező volt, hogy mindenki szerepeljen. Mi alapvetően ilyen harmadoltuk a feladatokat, tehát mindenkinek megvolt egy diája, vagy éppen miről beszél az adott dián belül, úgyhogy mindenki beszélt. Gergő volt a irányító, a prezenter, és akkor még van néhány kép, ugye pont aranycsapat kiállítás volt, Lakitelken akkor ide is betértünk, illetve a nap végén eredmény, hirdetés, illetve záróképek. Ezek voltak a döntőbe jutott 8 csapat. És akkor még elmentünk a Hungarikumok házába, megtekintettük a kiállításokat, planetáriumot. Ugye ez a Hungarikumok gyűjteménye, itt a falon az összes 85 Hungarikumnak a képe, illetve aztán vannak ilyen audioguide-os
meg lehet hallgatni, hogy akkor miről is van szó. Ez egy nem túl jól készült panorámakép, és azt mondom, hogy itt a vége a prezentálásomnak. Én egy idézettel szeretnék zárni. Azt felírtam, mert mindig elfelejtek. Ha pontosan kell valamit megtanulni, akkor elfelejtem. Csak annak a nemzetnek van jövője, amelyik megbecsüli önmagát, és csak az a nemzet becsüli meg önmagát, amelyik megbecsüli értékeit. Én azt gondolom, hogy ez a versenyhez, ez volt a lényege, hogy mi megpróbáltuk azokat az értékeket megkeresni, amelyek számunkra is nagy becsbe vannak, akár itt Mezőberényben, akár így a tájegység kapcsán. És mi ennyit tudtunk összehozni. Abban maradtunk azért a fiúkkal, hogy nekünk ez egy nagyon nagy tanulás volt, vagy nekik, nagyon élvezték, a versenyt nagyon sok munkával járt, de hogy azért szeretnének jövőre is versenyezni és nevezni, hiszen nagyon jól tudtak együtt dolgozni. Én azt gondolom, hogy ők nagyon sokat fejlődtek, bizonyos információk tekintetében én is, mint tanár, mentor nagyon sokat tanultam a verseny kapcsán, hogy is kell, mi az, amiben lehet még esetleg jobbnak lennünk, de én azt gondolom, hogy amit tudtunk, beletettünk, ráadásul nagyon-nagyon kevés időnk volt, ezt azért meg szeretném említeni, mert ahogy kiderült, hogy mi bejutottunk a döntőbe, másfél hetünk állt rendelkezésre felkészülni, és én szerintem elmondhatom, hogy Áron mondjuk egy hétig nem volt Magyarországon, úgyhogy ő úgy kapta az információkat, hogy kint volt, és ott tanult, és ott készült fel. És köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm szépen minden támogatónak a segítségét. Nyilván itt a Mezőberény város, akár itt az érték, vagy ezzel a roll-up-pal, az értéktárból a múzeumos gyűjteménynek a ruhákat, a helyszínt. Nyilván az iskolánk is támogatott minket a felkészülésben. Sokszor ki kellett a gyerekeket kérnem óráról, hogy tudjanak tanulni, hiszen nagyon-nagyon rövid időnk állt tényleg arra, hogy erre becsületesen felkészüljünk. Köszönöm szépen Kláriéknak a szőttest, hiszen tudtunk a végén adni a zsűrinek, illetve a versenyszervezőknek egy kis ajándékot is Kláriék által. És köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattak. És ha van kérdés, akkor most már átadnám a szót a fiúknak. Mielőtt még a kérdésekre kerülne sor, a fiúknak, beleértve a fiúkba tanár urat is, nagyon nagy gratuláció. Természetesen a helyezésért is nagy gratuláció. Nem mindegy, nem mellékes, hogy 135 csapatból negyedikek tudtak lenni, de azt hiszem ennél még sokkal nagyobb gratuláció azért a munkáért, amit belefektettek ebbe a számokban mérhető eredménybe. Mert amit itt láttunk, az egy óriási munkának az eredménye, és nyilván a helyezés is ennek a rettenetes nagy munkának köszönhető. És talán nem hangzott el, de a szülőknek is köszönet. Igen, köszönöm szépen ezt. Szerettem volna, igen. Úgyhogy ezúttal is. A szülőknek is köszönet, meg talán azoknak a pedagógus kollégáknak, akik elnézték, hogy bizonyos órákról a fiúk kijöjjenek, amit ők nem biztos annyira bántak sokszor, hogy kijöhettek az órákról. A lényeg az, hogy egy nagyszerű munkát raktatok össze, ezt gratulálok és kívánom, hogy legyen előttök jövőre is ugyanígy összerakni egy nagy munkát, és ugyanígy szerepelni az országos versenyen. Nem az eredményben gondolkodom, megint azt kell mondanom, hanem abban, hogy azt a munkát, amit most beletettetek az idén, a jövőre is bele tudjátok tenni, legyen kitartásotok, erőtök ehhez a munkához. És akkor elhangzott, hogy lehet kérdéseket föltenni a fiataloknak, én azonban egy másik dolgot kérnék, és hagynám a végére a kérdéseket majd, mert hogy van, akinek majd el kell mennie többek között a lelnök úrnak is,
És akkor folytatnánk most azzal, amit én ígérgettem itt össze-vissza, hogy akkor átadná értéktár bizottság elnök úr, alpolgármester úr, átadná azokat az okleveleket, amit a megyétől kaptunk, és megkérem alelnök urat is, hogy segítsen, illetve ő is vegyen részt ebben az átadásban. Rajzoló és modelltervező asszisztensként végeztem középiskolás koromban.
és bár azt a tudást, amit klasszikusan ott tanultunk a ruhakészítésről és a tervezésről és a rajzolásról, talán kevésbé tudom felhasználni, viszont azt az értékrendet, azt a művészi látást, azt a pluszt, amit hozzá tudott adni, azt nagyon kevés iskolában kaphattam volna meg, és azt mondom, hogy hálás vagyok a jó Istennek, hogy ezt megadta nekem. A másik személyes dolog, amit meg szeretnék felhozni, egy hasonló, nem hasonló rendezvény, de egy rendezvény kapcsán csapott meg engem is a mozdony füstje, ahogy szokták mondani, és remélem, hogy az itt ülő fiatalokat is magában fogja ragadni, hiszen én azt gondolom, hogy óriási eredményt értek el. Hálás vagyok tanárunknak is, illetve a srácoknak is, hogy megmérettették magukat, hogy fontosnak tartják ezeket az értékeket. Én azt gondolom, hogy erre tudjuk a vármegye közösségét felépíteni és az identitásunkat, és ahogy tanár is mondta, hogy akinek nincs múltja és nem tudja, hogy honnan jön, nem tud mire támaszkodni, az könnyen elvisz a jövő viharába, főleg ebbe a mai multikulturális világ felé haladó társadalomban. Én azt gondolom, hogy hatványozottan fontos az, hogy ezek a gyökerek megmaradjanak. Hálásan köszönöm a polgármesterünknek és alpolgármesterünknek, hogy itt helyben azt tapasztaljuk, hogy a megyében is kiemelkedő módon figyelnek, vigyázzák és őrzik az értékeinket, a közös értékeinket, amelyre a megye minden részén azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. És egy nagyon szerint is csomagot hoztam, hogy a jövőre is indulnak, indultok, akkor merítsetek ebből néhány jó gondolatot, ez az új könyvünk, gratulálok nektek. Gratulálok. Az új könyvünk, amely a megye értékeit tartalmazza, és forgassátok jó szívvel, én jó szívvel hoztam. És még egyszer nagyon szépen köszönöm neked, hogy jöttek be az eredményekkel. Köszönöm neked. Köszönöm szépen. Ilyen külfordulatot elfelejtettem mondani, hogy a Viharsarki Kincsek nyomában című betélkedőn is indulnak a srácok, ugye az vármegyei szervezés, úgyhogy szerintem hasznos információkat fognak onnan nyerni, bár most arra készülnek, és ott is le vannak osztva a feladatok, ugye vármegyei szinten kell az értékeket majd tudniunk. Úgy köszönjük szépen. Szép számú volt belőle. Igen. Akkor folytatnám én is egy kis mezőberényi helyi értékeket is tartalmazó ajándékot szeretnék átadni, egy apróságot, Gergő, gratulálok. Van benne egy olyan dolog is, ami nem mezőberényi érték, de szerintem fogtok megjövődni. Köszönöm szépen. Gratulálok. Köszönöm szépen. Gratulálok. Köszönöm szépen. Gratulálok. Köszönöm szépen. Neked is van benne egy olyan, ami nem helyi érték, de azt nem mutatom most. Ebben viszont nincs olyan valami a helyi érték, de benne van a família tésztára. Ettől egy fogadtunk szeretet. Köszönöm szépen. Akkor most tudottunk el odáig, hogy jöhetnek majd a kérdések mindjárt, de én is készültem a nőnapra. Bár van, aki már hallottam, de azért nekem is el kell mondanom, hogy nőnap alkalmából nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hölgyeket. Azzal a kis megjegyzéssel, hogy ma elhangzott délután vagy dél környékén egy kis szöveg a nőkről, gyönyörű szép gondolatok, aminek az utolsó mondatát a kollégám nem olvasta föl, nem akarta, nem merte, nem tudta fölolvasni. Én viszont elmondtam délután, és most is elmondom. A nő a teremtés bájos, de visszavonhatatlan tévedése. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöknek. Önöket kívánom, hogy minden nap nőnap legyen, és a férfiak úgy foglalkozzanak önökkel veletek, ahogy megérdemlitek. Köszönöm szépen, és akkor nem megszakítva a történetet, vagy nem befejezve igazándiból, hanem akkor most itt lenne a lehetőség, hogy kérdezzenek a gyerekektől, meg akár tanárunktól is. Az első négy kérdést nehéz föltenni, utána megy, úgyhogy nem is fogjuk reggelit befejezni. Nekem egy olyan kérdésem lenne, amit a gyerekek felé szeretnék föltenni, hogy
hogy éltétek meg azt, hogy ennyit kellett dolgozni? Azon kívül, hogy tanulni is kell, ugye, mert van 20 akárhány órátok, 24, 5, 6, 7, 8, nem tudom mennyi. 31. 31, jó. Nem mertem idáig elmenni, mert a végzős középiskolás unokámnak 38 órája van, nem mertem idáig elmenni, de akkor 31 óra rengeteg, iszonyatosan sok nagy mennyiség, és elvárják a felnőttek, hogy ne csak a 31 órán figyeljetek oda, hanem még tanuljatok is, és emellett egy ekkora, a végén egy két hetes adtak, amikor akkor nagyon kellett foglalkozni. Ezt hogy éltétek meg? Hát, mert talán senki tónáról kikért, ezért ez így tudom. Azt hittem, hogy testnevelőként rendezett benneteket. Hozzá kell tenni, hogy az utolsó időben nem jártak testnevelés órára, pedig ketten sporttagozatos osztály, tehát ugye mi egy összevont osztály vagyunk, amelyben van egy német csoport, illetve egy sportos csoport, és hát a tesis csoport nem járt, a két fiú tesis, akik szélen ülnek, Honor és Gergő, Áron a németes csoportban van, ők egy kicsit így sportmentesek voltak. Testnevelőként helytelenítem. Matekról, magyarról, történelmiről kellett volna kikérnek, ugye? Igen, köszönöm szépen, én ennyit akartam volna. Bocs, akkor még egy kérdés, diplomatának készülsz? Vagy politikusnak? Semmelyiknek. Na hát igazából így élveztük is, tehát sokat kellett tanulni, de nagyon, tehát tényleg ilyen több mint 30 oldal volt, amit meg kellett tanulni, de úgy élveztük a tanulás mellett. Nekem nagyon megérte. Nagyon megérte. Tudod mi? Nekünk is rettenetesen megérte. Köszönjük szépen. Le a kalappal. Hát igazából alapból is jó barátok vagyunk mind a hárman, de így a fő motivációnk az volt, hogy mindig mondtuk egymásnak mindent, tehát tényleg minden szünetben, két óra közt órákban mindig mondtuk egymásnak, hogy mi úgy megyünk oda, hogy mindenkit ledarálunk. Hát, valamilyen szinten sikerült is. Hát akkor még nem úgy volt, hogy csak mi jelentkeztünk hárman, és akkor hát amúgy is jó barátok vagyunk, jó, akkor menjünk, próbáljuk ki. És így ez lett belőle. Már évek óta egy terv volt, hogy látva most a gyerekeket ez újból felerősödött, hogy ugye egy-egy órában valahogy az iskolában bejutni és bekerülni helytörténettel, mezőbeli történettel, hogy borzasztóan fontos lenne. Tehát, hogy valóban nyitottak a gyerekek, és még én magam is hirtelen
néha rácsodálkoztam egy-egy olyan dologra, hogy ilyen összefüggésbe látni mezőberényt és meg megismerni, és én úgy gondolom, hogy ez minden gyermeknek hasznos lenne ma mezőberényben, tehát lehet, hogy nem szabad feladnunk ezt a tervet, ezt az álmot, hogy valahogy ez a helytörténeti füzet elkészüljön, hogy bekerüljön, hogy valóban el tudjuk érni ezt a célt, tehát lehet, hogy ez egy jövőben, és lehet, hogy itt vannak akik az útmutatók. Én akkor kezdeném, így, hogy akkor mi volt a motiváció, hogy volt. Én se tudtam, hogy mi lesz ebből a dologból. De hát én úgy gondolom, amikor elindult ez a, vagy kijött vagy megjött a felhívás, akkor nekem, mint osztályfőnöknek úgymond kutya kötelességem ezt tolmácsolni a gyerekek felé. Én ezt egy osztályfőnöki órán megtettem. És mondtam nekik, hogy elolvastam, elmondtam, miről van szó. Ők nem tudták, hogy mire jelentkeznek igazán. Én nagyjából tudtam, hogy ugye már volt egy két éves tapasztalatom, vagy két éve ezelőtti tapasztalatom, hogy ott mit kellett csinálni, de nyilván, hogyha már egy személyes a verseny, jelenléttel zajlik, akkor ők ebben nem nagyon tudtak előre látni. Tehát kevés információnk volt a versenyről. Első bálózók voltunk, nekem se, sőt nem volt ismerősöm se, akit meg tudtam volna kérdezni, hogy készüljünk, mint készüljünk, mi az, ami sikeres lehet. Nem tudtuk, hogy az a prezent, azt éreztem én is, hogy a mezőberényes sztorink az jó lesz. Az nagyon éreztem. A befektetett energia látszódik a PPT-ken, hogy abban sokkal többet fektettünk be. Nagyon megcsúsztunk időben is az elkészítéssel, és a vége már szinte, azt lehet mondani, a körös-maros köze az online zajlott köztünk, mert én közben elmentem egyetemre tanulni, és hát nyilván a digitális világnak megvannak az előnyei, tehát akkor csak ilyen úgymond messengeren, meg e-mailben beszélgettünk egymással, hogy akkor ez így még nem jó, ezt még csináld meg, ezt még itt módosítani kellene. Tehát ők szerintem úgy sodródtak az árral. Kérdezték, hogy mi a főnyeremény, és mondtam, hogy én nem tudom, mi a főnyeremény, mert nem volt leírva, értékes nyeremény. Mondom, két évvel ezelőtt az volt a főnyeremény, hogy az első három csapat osztályát elvitték egy lakitelekre, egy kirándulásra. Most is volt külön díj, vagy úgymond plusz díj feldobva. Az első három csapatot elviszik majd egy valahova, valószínűleg Balatonhoz, oda szokták, aztán Balatongyörökre. Az összes hetedikes fordulóban az első három csapatot a nyolcadikosok között, a kilencedikesek és a tizedikesek között. Erről mi lecsúsztunk sajnos, de nem tudtuk esni. Tehát ezt az eredményhirdetésnél derült ki. És hát kedvenc érték. Nekem, ugye úgy készítettük a prezentációnkat, hogy akkor néztük, hogy akkor mik a mezőben érték, tehát értékek, menjünk sorba, mi az, ami nagyon fontos, jelenítsünk meg. Én például nem tudtam, hogy a Jack Nyalók a mezőben érték, tehát nekem az újdonság volt, és akkor legyen egy az én személyesen akkor a Jack Nyalóka. Hát nekem a fő motivációm az, mivel jó barátok voltunk, ez ilyen csapatépítés is. Igen. És ilyen kedvenc ilyen érték az a kolyaknyalóka, meg a berényi szőttesek, meg mikor voltunk ebben a Nemzeti Művelődési Intézetben voltunk, ott a Hungarikumok Ligetében, ott voltak a falon kiállítva ilyen szőttesek, és azt mondom talán csak, hogy milyen jól néznek ki, és azt mondja, hogy ez nem Debreczi Klárinének a szőttes, és amúgy meg tényleg az volt, és hogy nekem ez a kettő. Köszönöm szépen. Nekem a motiváció, hát a motiváció az, nem tudom. Igen, hogy jól éreztem magam, ennyi volt. És a legjobb, személyesen a legjobb érték az a Iványi dalma.
Winter Ilona, meg a Puskás Ferencnek a életműve. Na, hát nekem fő motiváció, mint meg előbb is mondtam, az ilyen csapatépítő, meg úgy, hát mondom, úgy mentünk oda, hogy így mindenkit ledarálunk. Tehát, hogy így... Igen, és így a kedvenc értékem az a Kodzsák nyalóka, mert hát igazából nagyon finom is, meg minden. Így a két napig az nem telt el úgy 20 perc, hogy ne ettünk volna. Igen. Hát úgy mi négyen úgy egy ilyen fél dobozza két nap alatt. Megérdemelni. Én egyet, vagy kettőt nem tudom. További kérdés van-e? Én nagyon szépen köszönöm először is a fiúknak, hogy rendelkezésünkre álltak. Másrészt önöknek, hogy eljöttek, elfogadták a meghívásunkat. Azoknak, akik az értéktárba felvett értékek után most oklevelet vehettek át, azoknak a munkáját is. És remélem, hogy jövőre hasonlóképpen tudunk találkozni egy nagy munka eredményével, illetve további értékeknek a megyei értéktárban keresztül való fölvételéhez, talán még olyanokkal is, amiket a megyei értéktárban is tudunk majd ajánlani és fölvesznek. Ne adj Isten Hungarikum, bár a töltött káposztát többször megpróbáltuk és mégsem sikerült eljutnunk el a Hungarikumhoz. Nem biztos, hogy nem próbáljuk meg még egyszer, bár azt mondta elnök úr, hogy hát frászt. Rengeteget dolgoztak el. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, szép estét, és a hölgyeknek még egyszer nagyon-nagyon nagy szeretettel gratulálok, köszöntöm őket, kívánom, hogy minden férfi, mindenkor tenyerén hordozza őket. Köszönjük.